Slime szombat. Slime szombat. Srácok, sziasztok és üdvözöllek titeket a következő Slime hashtag Jager Slime napon, hashtag Slime szerdán. Itt vagyunk újra, hogy vagytok. És majd nagyon izgalmas videó lesz, mert slime-ot fogunk készíteni, nem tesztelni, hanem mi fogjuk elkészíteni ismét újra. Már a 600. új slime. 600. újabb érdekes slime-unkat, srácok. Mert imádjátok ezt a sorozatot, és én is hála az égnek. Elmentünk a boltba, mert itt vagyok a Magyarországon, biztos feltűnik, hogy teljesen más a háttér, mint a megszokott londoni háttér. És az előző slime-os videó alatt, amikor bolti slime-okat teszteltem meg az azelőtti alatt, írtátok, hogy Magyarországon megjelent egy újfajta ragasztó, egy nagyon királyságos nebuló slime ragasztó, Gergő, teszteld le, próbáld ki, hogy mi is megvegyük-e, vagy mi már vettünk is, nagyon jó, azért teszteld le. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy hát mi az, hogy Jánosi Gergő, a slime mester nem próbálja ki az új nebuló slime ragasztót, úgyhogy be is szereztem belőle pár üveggel, körülbelül ma kettő üvegnyit fogunk használni, de ugye nagyon király méretben van, tehát azért ebbe elég sok slime van, nem úgy, mint abban a kis stiftben volt. Mert ha jól tudom, Magyarország, én utoljára Magyarországon a nebuló ragasztóit használtam slime készítéshez, mert nekem azok voltak a legjobbak, és hát gondolom beletöltötték őket nagyobb flakonba, mert hát a slime készítéshez nem elég egy olyan picike, főleg, hogyha valaki jó kis slime-ot akar, és ez egy nagyon-nagyon menő átlátszó ragasztó, és ott is ment benne a buborék, úgyhogy ma ezeket fogjuk letesztelni. Ó, rajta is van, hogy egy darab ilyen az 5x65 kis stiftes ragasztónak felel meg, úgyhogy itt van egy a kezemben, itt is... Már megvan, amikor leesik valami. Szóval, elmondom előre, mit fogunk csinálni. Ki fogjuk először próbálni, hogy simán csak fogjuk ragasztó, kisvíz, borax, kavarni, és milyen slime-ot kapunk. Aztán pedig csinálunk szerintem még egyet, és teszünk bele ilyen kis királyó kinéző cuccokat. Meg közben ti agyaljatok, és kommentben várom az ötleteteket, mert szeretnék még kipróbálni, mondjuk megszínezni, más receptet, mosószerrel. Tehát írjátok le kommentben, hogy mi legyen a következő Jager Slime napon, ugye Slime szerdán, a nebuló ragasztóval a cuccunk, úgyhogy ez lesz a mai program, ha várjátok, ha még nem tettétek, akkor nyomjatok lájkot, és váltsunk is lenti nézetbe. Na, srácok, itt is vagyunk a szokásos lenti nézetünkkel. Ugye, ezeket fogjuk ma használni, egy üres tálka, ez most sajnos nem a londoni keverőtálka, egy nagyon-nagyon menő slime ragasztó, egy kis víz, amit itt láttok, és egy frissen kikevert borax cumó, de az a lényeg, hogy nagyon-nagyon gyenge borax, tehát nem fogok olyan sok vizet tenni bele, mert semmiféleképpen nem akarom túlaktiválni, meg valószínűleg még ezt is fogjuk használni, de ez majd a videó végén kiderül. Egyetlen egy dolgot felejtettem el, valami kavaróeszköz, úgyhogy mindjárt jövök, vagyis inkább megoldom a titkos csettintéssel. Á, itt is van. Szóval itt is van már mindenünk, ami kell a slime elkészítéséhez, úgyhogy bontsuk is ki a ragasztót. Tök jó flakonja van, és szagoljuk meg. Ragasztó illatú. Na de nézzük, ugye elég sok van benne. De jó. Úgyhogy lehet, hogy én most így csak a felét. Hát ez több volt, mint a fele, úgyhogy hagytunk az alján egy picit, lehet, hogy majd a következő slime-ba is ezt fel fogjuk használni, mert ugye azért ez 6, vagyis 5 tubus kis 65 grammos ragasztó, tehát ez elég sok, így most a kamera nem adja vissza, de ez elég sok ragasztó. Úgyhogy valószínűleg úgy fogjuk csinálni, hogy akkor ehhez teszünk egy nagyon-nagyon picike kis vizet. Mert mondom, a boraxunk elég vizes lesz. És mondom, semmit nem csinálunk, nem habosítjuk fel, nem adunk hozzá semmit, csak így beaktiváljuk. Biztos vagyok benne, hogy működik, mert a nebuló ragasztó nagyon-nagyon jól működött. Alapból is, nemhogy a nebuló slime ragasztó nem működne olyan jól. Az elég zavaros a boraxos vízünk. Ugye ez meleg víz, úgyhogy lehetséges, hogy azért. De akkor nézzük az aktiválás folyamatát. Kedvenc részem, tudjátok. Aha, és már össze is kapta. Oh boy, ez a kedvenc részem. Most őszintén, nem jól néz ki, ahogy összekapja a ragasztót. Tehát mondtam, srácok, ez 100%, hogy minden nem működik, mert nem tudom, láttátok-e a videót, ahol Anitával csináltunk slime-okat az én és az ő csatornájára is, ha még nem, akkor tekintsétek meg. Azt is nebuló ragasztóból csináltuk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ezek tökéletesen működnek. Még adunk hozzá, mondom. Elég gyenguskára kevertem direkt, hogy nem akarom túlaktiválni a slime-ot. Milyen jól néz már ki, milyen menő clear slime-unk lesz. Ugye értelemszerűen itt most még egy kicsit buborékos lesz, de ha beletesszük majd dobozba, akkor körülbelül egy nap múlva újra
teljes mértékben clear slime lesz, úgyhogy én ezt most itt elkavargatom, aztán találkozunk. Kis előjesze már, mi? Ú, nagyon jó lesz. Jó lesz. És mondom nektek, még így is nagy része átlátszó marad, de ugye értelemszerűen, majd ha hagyjuk pihenni, akkor teljes mértékben újra átlátszó lesz. És akkor szerintem úgy fogjuk, hogy meg is csináljuk rögtön a másikat. Mit szóltok hozzá, hogyha itt vagyunk a lenti kamera nézetbe. Mert ez teljes mértékben kész. Egy gyönyörű, tökéletes átlátszó slime-ot készítettünk. Ami, ezt nézzétek, tökéletes lett. Milyen hártyája van? Jó, akkor ezt most egy kicsit pihentetjük. Még hozzá, meg is azt is megmutatom, hogy hogy fogjuk pihentetni. Itt a slime-os tányér. És kiemeljük rá. Ezt nézzétek. Milyen gyönyörű. Tökéletes. Ez tökéletes. Nyúlik. Oh boy, oh boy. Na, szóval ez itt pihen. És akkor fogjuk megint a bödönünket. És akkor most csináljunk kisebb slime-ot, mert ez azért jó nagy lett. A következő adagnyi ragasztóval. Ezt itt mind öntsük bele. És egy tubus nebuló slime ragasztót már ki is végeztünk, srácok. Jó. Hogy még tök jó, hogyha elmosok a tubusát. Jó, nem innivalónak, de másnak lehet használni. Például a slime-ot tárolni. Megint jöhet a nagyon kevéske víz. De tényleg csak így jelzésértékűen. Jöhet a keverem-kavarom. Jó. És akkor én most az elején fogom beletenni ezeket a kis csármokat. Szerintem, hogy tegyem a végén? Nem, én most az elején. Húha. Na ezt nézzétek. Milyen viccesen néz ki. Jó, és szerintem mehet is az aktiválás, mit szóltok hozzá? Na nézzük. Oh boy. Mennyire viccesen néz ki így. A csoda csillag. Csoda csillag átlátszó nebuló slime. Azt az eget. Na, viszont srácok, nekünk elkészültek a slime-ok. Ha megnézitek, itt van a nagyon-nagyon menő és király csillag slime-unk, ami... Zseniálisan jól sikerült. Azt az eget. Mennyi királyságos csillag van benne, nem? Nagyon jól néz ki. Tetszenek ezek a csillámok. Csillagok. Nem tudom, milyen csillámokról beszélek. Szóljatok rám. Nézzük, milyen lett. Hallgassuk a hangját. Hát srácok, ez zseniálisan király lett. Figyeljetek, várjátok. Ugye persze várni kell pár napot, amíg teljes mértékben átlátszó lesz, de nagyon menő lesz. Engedem. Hú, de gyönyörű. Azt az eget. Gondoljátok el, ez majd annyira átlátszó lesz, így is már átlátszó amúgy, de ez majd annyira átlátszó lesz, hogy nem lehet lesz látni, hogy van itt valami. Ha már ezzel eljátszadoztunk, akkor nézzük meg a másik szájmunkat. Jó, majdnem összekeveredtek. Nagyon jó lett. Tehát ezt nézzétek már. Milyen állat lett. Hát ez ideig az egyik kedvencem. És mint látjátok, nem esnek ki belőle a csillagok, mert ugye akkor tettük bele, amikor összekevertük. Tehát ez teljes mértékben úgymond a részévé vált.
mi jól néznek ki. Csináljunk ebből is egy ilyen leengedős rózsát. Oh boy. Oh boy. Hát ez zseniálisan jó. Na jó, srácok, én ezt óriási, óriási sikernek könyvelem el. Zseniálisan, zseniálisan jól működött a slime ragasztunk, nagyon királyságos slime-okat csináltunk, és akkor várom ötleteteket kommentbe, hogy mi legyen a következő slime, amit elkészítünk a nagyon-nagyon menő slime ragasztunkkal, mert ez nagyon király lett. Hajtok egy ilyet. Ez nekem most ez az új kedvenc dolgom, amit a slime-mal csinálok, hogy így lassan leengedve egy szép rózsát is. Azt tetszik, mondom, hogy nem jön ki belőle maga a cucc. Tehát mert annyira mélyen úgymond benne van, mert ugye ezzel kavartam össze, nem utólag tettem bele, hogy ha megnézitek, szó szerint ez a részévé vált, és milyen jól néznek ki ezek a csillagok. És ugye ez pár nap múlva full átlátszó lesz, hogyha a dobozba tesszük értelemszerűen. Ez nagyon jó lesz. Ez nagyon jó slime lesz. Na jó, srácok, szerintem ez mind a kettő óriási, de óriási nagy siker lett, ezt nézzétek. Azt az eget. Oh boy. Akkora... Mekkora buborék. Ó, mire felemeltem ki durrant. Hogy kihűlt így a slime, de érdekes. Tehát ez a slime-unk is, és maga ez a picike slime-unk is, ugye, ami egy ilyen nagyon-nagyon cuki, kis csillagos, átlátszó slime lett. Ez is zseniálisan jó lett. Hogyha te is így gondolod, akkor nyomj egy óriási lájkot erre a videóra, és írd le kommentben, hogy neked melyik lett a kedvenced. Ez vagy ez? Na, hogy thumbnailhez való pózolás, de annyira jól folynak. Főleg ez. Ez nagyon jó slime lesz. Ez, amikor átlátszó lesz, mindent verni fog. Ó, ezt nézzétek. Megint kinyújtom. Ez az új kedvenc mozdulatom. Ma az előbb is volt egy új kedvenc mozdulatom. Most ez egy még egy újabb kedvenc mozdulatom. Na jó, srácok, én ezzel még itt eljátszadozom, de befejezem a mai videót. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Remélem, tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor mondom, egy óriási lájkkal tudjátok ezt jelezni. És várom a kommenteiteket, hogy mit csináljunk legközelebb ebből a királyságos nebuló átlátszó slime ragasztóval. Megvizsgáljuk, hogy akkor mennyire lett átlátszó egy nap múlva. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velem, és akkor találkozunk mondjuk úgy holnap, meg minden egyes nap 18:00-kor. Ne felejtjétek, hogyha szeretnétek ti is ilyen nagyon-nagyon menő Jager Slime most termékeket, akkor a videósbolt.hu per Jana Sigergo oldalon minden ilyen nagyon király Jager Slime-os cuccot megtaláltok. Tehát videósbolt.hu per Jana Sigergo, és találkozunk holnap meg minden egyes nap. Én a gyönyörű szép slime rózsámmal búcsúzom. Hát nem szép. Sziasztok!